Az ébredő természetben a szúnyogok is megjelentek. A kellemes hőmérsékletben, a sekély vagy pangó vizekben a szúnyogok már petéznek. Az elmúlt hetek sok csapadékának és a kora tavaszi időjárásnak köszönhetően idén szinte szúnyoginvázióra lehet számítani. Egy enyhébb vagy egy átlagos csapadékos tavasznak nézünk elébe, ez már kiöntéseket, tehát pangóvizeket fog előidézni, és ennek köszönhetően a szúnyog általam is megnő, mivel ezekbe a pangóvizekbe tudnak felszaporodni a csípőszúnyogok. Amint jön a jó idő, a tavasz melegszik, egy kis 10 fok átlag hőmérséklet fölé emelkedik a hőmérséklet, akkor ez meg fog indulni ez a folyamat. Ezeket a területeket Székesfehérvár területén már felmértük, mondhatni 90-95%-ban tudjuk, hogy hol vannak a tenyészőhelyek. Csete Gábortól, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetőjétől megtudtuk, a 2023-as év szúnyog szempontból erős volt. Tavaly majdnem 800 mm csapadék esett a városban, az azt megelőző aszályos évben nem érte el a 400 mm-t. Minden mikro élőhely feltöltődött, ezeken a helyeken a talajvíz is megnőtt. Idén nagyobb szúnyogártalom várható, mint a szakmai vezető mondja, Székesfehérváron 2020-tól fokozatosan biológiai szúnyoggyérítést vezettek be. Az elmúlt 3 évben a szúnyogfészkelő helyek feltérképezése zajlott. Elsősorban a pangóvizes területekre koncentráltak. Ezek általában a legkisebb mikrovizálások is lehetnek, tehát nekünk ezeket a mélyebben fekvő gödröket, mélyebben fekvő belvizeket kell feltérképeznünk, ahol nagyon szeretnek ezek a csípőszúnyogok. Úgyhogy hát nagyjából azért sikerült lefedni a városban ezeket a területeket. Ugye mi speciálisan egy természetvédelmi szempontból is megfelelő és ökológikus szert használunk, egy baktériumot juttatunk ki a környezetbe. Csete Gábor hozzátette, a baktérium faj specifikus, a csípős szúnyog lárvájára hat és elpusztítja. Ez a szer nem okoz ártalmat az élővilágnak. A monitorozást 2 hete megkezdték, találtak is már szúnyoglárvákat, amelyek nem feltétlenül csípős szúnyoglárvák. A természetvédelmi szakmai vezető felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szúnyogvédelem érdekében szüntessenek meg minden pangóvizet az udvarukban, a környezetükben. A gyűjtött esővizet, locsolóvizet fedjék le szúnyoghálóval. A Szúnyoglárva program Facebook oldalán a szúnyogártalommal, védelemmel kapcsolatos hasznos információk olvashatók.